Bizonyára sokan szeretik a dobostortát. Kísérletünk első részében készítsünk karamellt. Ehhez szaharoz egy kis mennyiségét, porítsuk el dörzsmozsárban. Az elporított szaharozt tegyük át kémcsőbe. A szaharoz a szénhidrátok csoportjába tartozik, hő hatására víz távozik belőle. A fehér kristályos anyag előbb megolvad, majd színe egyre sötétebbé válik. Ekkor keletkezik a karamell. A kémcső falán jól látható módon vízgőz csapódott le. A kémcsőből finom illatokat, a karamell illatát érezzük. Módosítsuk a kísérletet. A szaharózt keverjük össze szódabikarbónával. Az elporított keveréket öntsük porcelán tégelybe. A cukor vízvesztéséhez szükséges hőt közvetlenül az alkohol égése fogja most biztosítani. Csepegtessünk denaturált szeszt a kialakított kis kupac köré. Gyújtsuk meg az alkoholt és figyeljük meg a látottakat. A cukor vízvesztése most drasztikusabb, szén marad vissza, melyet a hő hatására bomló szódabikarbóna laza szerkezetűvé fúj föl. A kísérlet látványos és könnyedén otthon is elvégezhető. Méltán viseli a fekete kígyó nevet. A cukor vízvesztését erős vízelvonószerrel is megvalósíthatjuk. Elporított cukrot keverjünk össze kevés desztillált vízzel, majd öntsünk hozzá tömény kénsavat. A jelenség hasonló az előzőekben tapasztaltakkal, a cukorból víz gőz távozik, és szén marad vissza.